Ismét egy tehetségkutató előszelénél találkozunk. Milyen érzés újra megmérettetni magatokat? Ez nem, mi ez úgy tudjuk, ez egy tehetségmutató. Ez lényegesen másabb, mint az előző tehetségkutató, amiben szerepeltünk. Úgy gondoljuk. Hát, mi volt a kérdés még egyszer? Szóval ebben a formációban még nem voltunk semmilyen tehetség mutatóba és kutatóba se. Szerintünk most egészül összeállt a zenekar, szóval szerintünk nem lesz probléma. Pont erről szerettelek volna kérdezni titeket, hogy ugye most először prezentálhatjuk így például mi felületünkön a Stolen Beat zenekart. Hogy alakultatok így össze ti pont négyen? Hát ugye a tehetségkutató után mi rögtön, vagy hát nem rögtön, sajnos így széjjel váltak az útjaink a Bencivel, és akkor jött az az ötlet már, hogy szeretnénk egy zenekarrá kibővülni. És akkor így szerveződött össze ez a formáció a produkciónak köszönhetően, amiben szerepeltünk, szóval Alexnak köszönhetően, meg a fiúk felvették a kapcsolatot a szükséges kontaktokkal, és aztán így összeálltunk, mint a rizses hús, és akkor aztán így most zenélgetünk együtt, és hát most itt vagyunk, hogy megmérettessük magunkat. És Alexel még mindig tartjátok a kapcsolatot, és ő segíti továbbra is a zenekart, vagy ő egy picit már háttérbe vonult? Hát ő sajnos már nem segít nekünk olyan aktívan, de hála Istennek vannak olyan emberek mellettünk, akik a szakmában nagyon ott vannak, és nagyon tudnak nekünk segíteni. Szóval innen is szeretném megköszönni Móroc Tamás barátunknak, hogy segít összehozni ezt az albumot, amit be fogunk mutatni a nagyszínpadon, és köszönjük Somogyvári Daninak is, hogy összerakja nekünk a trekkeket, és anyukámnak is szeretném köszönni. Jó, Máté anyukájának köszönjük. És elkezdtétek már a közös új számokat írni. Milyen a csapatmunka, milyen az összhang? Hasonló az ízlésetek teljesen? Hát az elején ugye picikét le kellett fixálni azt, hogy milyen vonalba szeretnénk elmenni, és ez hála Istennek tényleg egyezett, hogy mit szeretnénk csinálni. Alapvetően a cél az, hogy picikét abból az akusztikus zenélésből, amit már a Stolen Beat formációtól megszokhattak, abból picikét kilépve, ilyen bulizósabb, fesztiválosabb hangulatú zenét játszunk, és ennek irányába mentünk el az új számok terén is, és hát tulajdonképpen így raktuk össze ezt a kis albumot. Kitől féltek a legjobban a nagy színpad mezőnyben? Ki a legnagyobb ellenfeletek szerintetek? Hát mindenki, de talán a USNK, mert talán velük közel azonos a közönség körünk. Ez azt jelenti, hogy a tini lányok fognak rátok kizárólag szavazni? Hát reméljük, azok ők jó sokan vannak. Hogyha esetleg tényleg tinyeritek meg a versenyt, és kiállhattok egy nagyon nagy fesztivál színpadra, ti azt hogy fogjátok feldolgozni? Könnyű egyébként a sikert feldolgozni? Hát a sikert feldolgozni szerintem az a legjobb dolog, meg az a legjobb... Hát ez tényleg nagyon... Mert ez nem minden, hogy ez nehézség ezt feldolgozni. Természetesen nagyon örülnénk neki, hogyha sikerülne megnyerni, de szerintem ilyenről még inkább ne is beszéljünk, szóval elég kevés az esély rá, inkább úgy indulunk neki, hogy tapasztalatot szeretnénk gyűjteni, meg tényleg az, hogy egy akváriumos koncertet adni, az tök nagy dolog szerintem, főleg úgy, hogy új formáció vagyunk. Szóval inkább csak szeretnénk jól érezni magunkat és zenélni. Úgy látom, Máté, te kötekedtél volna, hiszen egy ilyen hangot adtál ki az előbb, hogy ha, ez mit jelent? Pontosabban, hát én azért szeretném megnyerni, nyilván elég erős a mezőny, és valaki már szerintem 5-6 éve ebbe a felállásba zenél, mi pedig körülbelül 5 hónapja vagy 6 hónapja maximum. De ettől függetlenül szerintem merünk nagyot álmodni is. Ha mindent igaz. Beleadunk, na akkor megszokt. Jó, új terv. Gyerekek, próbálni kell sürgősen. Köszönjük szépen. Az illatod bennem él, ugye látlak még én.